Köszöntöm nézőinket! A nő a törékeny, a gyenge, az elesett, aki a királyfira vár, legalábbis a mesében így van. Mi most arról beszélgetünk, hogy vajon a mai nő milyen, hogy mennyire keményedett meg, mennyire kell küzdenie, harcolnia, és hogy ezen közben milyenek lesznek a férfiak, és persze, hogy ki hordja a nadrágot. Már is mondom, hogy kik a partnereim. Ibi Duba, kozmikus trubadúr, ne tessék meglepődni. Farkas Zsanett és Wagner Zsuzsanna, kereskedők, köszönöm, hogy itt vagytok. Ibi, nem tudom kihagyni, mert ugye te ezt kérted tőlem, hogy én ezt mondjam, hogy te egy kozmikus trubadúr vagy, és én megkérdeztem tőled, amikor ezt elmondtad nekem, hogy neked ez a hivatásod, a foglalkozásod, a lényed, hogy ez így ebben a kontextusban, tessék mondani, mit jelent? Hát ugye a trubadúrokról köztudomású volt, hogy országról országra jártak. Láng-lelkű dalnokok. És daloltak, és a híreket mondták. Most én ugyanezt csinálom a 21. században, igaz, hogy a 20. kezdtem. Nem tehetek róla, hogy 74 éves koromban még mindig itt vagyok, de ezek szerint az még jó, van hogy dolgom. 74 éves korodban itt vagy. Még van dolgom, és ezt teszem, összekötöm az eget a földdel, egyik kontinenst a másikkal, egyik országot a másikkal. És teszem ezt a magyar oknyelvén, azon kívül angolul, németül, franciául, stb. Énekelek, és akkor feldúsítom a mondani valómat egy-egy idevágó áriával, vagy népdallal, esetleg néger spirituáléval, mindig, ami éppen odaillik. Tehát akkor kell legyen az énekléshez közöd, áruljuk el, hogy te operaénekes voltál, vagy hogy kell ezt mondani? Hát nézd, az operaéneklés, mint olyan, pontosan 30 éves koromban hagytam abba Stadttheater Bernben, Svájcban, ahol Mozart Titus című operájában Sextust énekeltem, ami köztudomáson nadrág szerep, úgyhogy így kapcsolódok azért kicsit a témába. Jó, akkor folytassuk talán azzal, hogy miközben ugye az állatvilágban abszolút természetes, hogy a hímek a nőstény kegyeiért sok mindent megtesznek. Tehát násztáncot járnak, verekednek, gyilkolják egymást, hogy a nőstény őket választa. És én úgy látom, lehet, hogy rosszul, és hát ti elég fiatalok vagytok, majd mindjárt megmondjátok, hogy manapság nálunk, minthogyha a férfi-nő relációban ez megfordult volna. Tehát, minthogyha nem az urak udvarolnának nekünk ezerrel, hanem legalábbis a fiatalok körében azt látom, hogy ott, minthogyha a lányok hajtanának a fiúkra. Szerintetek ez hogy van? Így. Ki mondja? Így. Ibi, köszönöm. Hát van két gyerekem, az egyik fiú, tudod, a másik a lány. Hát, ha a hölgyek kibontják. Zsanett? Igen, hát igazából ez nekem eléggé egy fájó dolog, mert bár én is még mondhatni fiatal vagyok, de tényleg én is azt veszem észre, hogy teljesen felcserélődtek, vagy kezdenek felcserélődni a szerepek, és én abszolút egy klasszikus nőnek vallom magamat, tehát ilyen régi értékek szerint. Vagyok kigyeszteni. És igényelném azt, hogy egy férfi úgy, mint régen, mint ahogy a szüleinknél, édesapámnál, például, vagy nagypapámnál láttam, hogy egy nőt úgy tiszteljenek, vagy annyira úgy viselkedjenek vele szembe, ahogy azt szerintem illene. Neked milyen tapasztalataid vannak, Zsuzsa? Nekem is hasonló. Talán még egy kicsit régebben jobban éreztem azt, hogy a fiúk azért többet tesznek azért, hogy megkapjanak valakit. De így valahogy manapság már azt látom, hogy egyrészt vagy azért, mert könnyen megkaptak nőket, lányokat, ezért már nem kell annyit küzdeniük mondjuk sok esetben azért, hogy valakit elérhessenek, vagy valakinek tetszenek, vagy valaki őt válassza. Úgyhogy sajnos én is ezt tapasztalom, hogy mikor jó lesne. Tehát akár csak egy, hogy előttem kinyitják az ajtót, vagy mondjuk amikor cipekedek, akkor mondjuk nem csapják be előttem minimum az ajtót. Tehát ilyen apróságoktól elindulva megy ez egészen a lelki és az egyéb szintekig. Én úgy érzem, hogy ilyen szempontból
Talán a félelem, vagy az önbizalom hiány, ami a férfiakban ez így mozgatja ezeket a dolgokat, hogy, hogy ez valahogy eltűnt, az az igazi erő, az a férfias erő. Igen, meg azt hiszem, hogy talán nincsenek is minták. Tehát, hogy a mai apukák nem azt mutatják a fiaiknak, hogy tiszteld a nőt, hogy lesd minden kívánságát, hogy udvarias legyél vele, hanem valami egészen mást. Hát másfele megy a világ. Hát teljesen. Észre kell venni, hogy mi történik a szex. Ne is várjuk elébi akkor ezeket a régi mintákat, és majd ennek el. Könyörgöm, nem. De rossz nekünk. Idomulni kell ahhoz a bejövő erőhöz, ami ezeket a dolgokat létrehozta bennünk. Észre kell venni, hogy mi miért van. Szexualitással kapcsolatos problémák, és itt van előttünk az egész. De hogy ez mifele mutat valójában egy nagy intergalaktikus képletben, arról nem beszélnek se az egyházak, se a politikusok, se az iskolában nem tanítják, pedig erre volna nagyon nagy szükség. És akkor megértenénk, hogy mi magyarok miért vagyunk olyan, mint a tüsszentő por a többi nemzet között, mert prüszkölnek tőlünk. Micsoda nyelv ez, nem? Hát azért, mert a nyelvünk túlmutat a dualitáson. És nézd meg, ez a derdi, daszos, hísi, itt, onnaná, onó. Nekünk ide van egy darab őbetünk. Jó, én most azt tanácsolnám, hogy a nyelv rejtelmeibe belemehetnénk, de én inkább visszakanyarodnék a nadrághoz. És azt mondanám, hogy ugye azzal kezdtük, hogy a szerepek már az udvarlásban egyértelműen felcserélődnek. És ahogy látjuk, bizony abban is nagyon gyakran felcserélődnek, hogy otthon kihordja a nadrágot. Mert hogy ugye volt idő a régi korokban, amikor természetes volt, hogy egy egykeresős családmodell esetében a férfi keres, időnként elmegy a kocsmába, időnként leüvölti a felesége fejét, viszont eltartja cserébe, és evidens, hogy ő hordja a nadrágot. Na most, ma ez már nem egészen így van. Nálatok otthon, most nézzük a ti saját konkrét példátokat, ki hordja a nadrágot? Jeanette. Hát azt kell, hogy mondjam, sajnos, hogy én. Miért sajnos? Első azért kérdés. Sajnos, mert szerintem ez nem az én dolgom lenne, hogy ennyi mindent magamra vállaljak a közös családi életünkből, meg hát úgy egyébként is. Tehát, hogy dolgozok, gyereket nevelek, vásárolok, akkor legyek otthon nő, háziasszony. Szakácsnő, szerető, feleség, minden, anya, tudom. Igen. Tehát ez tényleg egy 0-24 elfoglaltság. Eléggé fárasztó, mert bár csinálom, de néha jól esne azért. Na de miért te hordod a nadrágot? Mert ebből még azért ez nem derül ki a számomra. Mert amit elmondtál, az általában a női sors. Igen, így van. Igen, én is ezt látom. Hogy miért én hordom? És ahogy hallom ezt, te nem jó szívvel teszed, mert nem valami hallatlan derűvel és optimizmussal közölted most velünk. Hát én nem is tudom, tehát igazából... A férjed alkalmatlan rá, hogy ő hordja? Nem, ő is egy határozott egyéniség, nagyon sok mindent ő is elintéz, megtesz, igazából rendkívül intelligens és nagyon tájékozott a világ dolgaiban, egyébként informatikus, tényleg mindent maga megszerel otthon is, barkácsol, tehát igazából egy zseni. De mégis azt gondolom, hogy ő azzal van elfogalva, ami... Az ő zseniségével. Igen. És akkor itt igazából itt... A hétköznapi gyakorlati dolgokat megoldja meg a kevésbé zseni. Igen. Hát... Jó. Zsuzsanna. Igazából én is ezt látom nagy tömegében, de én is élem valamilyen szinten azt, hogy túl sok energiát, időt veszel az, hogy a mindennapi megélhetést
akár egyedül, akár egy családban, ami a nőre nehezedik. Tehát minimum ugyanannyi munkát, sőt, ha nem többet várnak el egy munkahelyen, akár kevesebb fizetésért, stb. Tehát már azt a részt is föl kell vállalni, hogy hihetetlen teher az, hogy reggeltől estig, folyamatosan megfelelve, mindenkinek az álmait megvalósítva, mosolyogva. Hát, hogy igen, nektek, ezt, ugye, ha te megtegyük. Bármit eladsz, neked ezt és nagyon kedvesen kell tenni, hogy megtegyék. Ezzel sincsen probléma, csak talán az, hogy az idő. Tehát valahol nekem mindig az idővel van a gondom. Talán szűkebb is lett manapság, mintha már a 24 óra az nem 24 lenne, hanem sokkal kevesebb, minimum 10, vagy maximum 16. És ugyanebben a 16 órába kell most ma mindent belesűríteni, amit régen a 24-be. Tehát van egy ilyen érzésem. És ugyanakkor meg, amit a Zsani mond, nekem ugye nincsen gyermekem, de még azért így is nehéz, tehát azt, hogy utána még este is toppon legyen az ember. És talán, hogyha a nőknek annyi könnyebbség lenne, hogy mondjuk nem reggeltől estig kéne a munkahelyen megfelelnem, csak egy fél napban, vagy max. 6 órában, azt mondjuk intenzíve, rendesen kidolgozva, de akkor egy kicsit több ideje jutna magára, és a családra, gyerekekre, bevásárlásra, stb. Tehát nekem az idő a gondom. Jelenleg egyedül élek, de van egy kedvesem, akit nagyon-nagyon szeretek, nagyra becsülök, és ilyen típusú férfival még eddig nem találkoztam, tehát Na. Én most sokkal többet kapok, mint amit eddig valaha. Igazából tanuljuk egymást. Azt mondja, hogy ilyen típusúval még nem találkoztam. Ő milyen típusú? Eddig mindig azt tapasztaltam, hogy nekem mindenben alkalmazkodnom kellett, és elfogadni azt, amit a másik akar. Ha elfogadtam, jó vagyok, ha egy kicsit a saját igényeimet is kifejeztem, akkor már nem voltam. Tehát valahol egy feltételekhez kötött szeretet volt eddig mindig nem jelen. Nem, hogy rosszul választottál? De, elképzelhető. Ha más igényeid vannak? Elképzelhető, igen, ez is benne van. Ugyanakkor biztos, hogy nem véletlen, tehát hogyha most ezeken a sokszor nagyon-nagyon nehéz fázisokon nem megyek keresztül, akár egy igen kemény, legalábbis nekem lelkileg kemény válláson 20 évvel ezelőtt, akkor ma nem lennék az, aki most vagyok. Nyilván én sem tudnék annyit adni, amennyit most tudok adni, viszont most van az először, amikor történnek olyan dolgok, amikor kifejezek valamit, hogy szeretnék, és ezt meg is kapom. És ez nem okoz problémát a másik félnek. Mert megérdemled. Emlékszem, volt egy óriási plakát, ott állt egy nő, mert megérdemled. Ibi, feltételezem, nem tudom, hogy te most éppen párkapcsolatban élsz, amilyen mozgékonynak tűnsz így, szellemileg, fizikailag, minden szempontból, ezen gondolkodtam, hogy így röpködhetsz a férfiak között, vagy röpködhettél, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani valószínűleg. Szóval, hogy a te esetedben, mert egy erős egyéniségnek is tűnsz, ki hordta, vagy hordja a nadrágot? Hát én 40 éves koromban elváltam, az már nagyon régen volt, és 30 éves koromban körülbelül házasodtam. Tehát elég sokáig tartottam eddig, én elszántam magam egy házasságra. És ezen sokáig tartottam, hogy rászántad magad egy válásra. És arra is, 10 év alatt azért rájöttem, hogy nekem van, így fogalmaztam, figyelj. Három gyerekem, abból az egyik, a másik kettő apja. Igen. Érted, hogy miről van? Hogy nem, persze. Hogy nem. És akkor azt mondtam, igen, hogy kell ez nekem? És megválaszoltam. És elég neked a két gyereked. Hogy nem. És 40 éves korom óta én köszönöm szépen, jól vagyok. Ennek 34 éve. És nem arról szól a történet, hogy nem lett volna, vagy akartak volna házasodni velem ezek azok, amazok ilyen-olyan országban. Szó sincs róla, mert annyira élvezem azt, aki vagyok, annyira jól érzem magam a bőrömbe, nagyon, amit teszek. Nagyon nagy ajándék. Tudom, miért születtem, minek élek, és pontosan azt teszem. Nincs hiányérzetem. Semmilyen téren, hogy kvázi kiszolgáltatott lehessen,
egy hímnemű lény számára. Különben is a magyar nyelv azt mondja, hogy hím nem, nő nem. Nem tudom. És akkor ki igen. Zsanett, amikor Ibi azt mondta, hogy három gyerek, akkor láttam, hogy valami felhő átkodott az arcodon, hogy igen. Most akkor jól láttam. Igen, igazából én már voltam férnél, és el is váltam, éppen ezért, mert akkor még nem volt gyerekem, de mégis úgy éreztem, hogy nekem az első férjem a nulladik gyerekem konkrétan. Tehát én azt gondoltam, hogy ez nekem nem fér bele egy férfitól. A második férjemnél azért ez egy kicsit mérsékeltebb, de valóban úgy érzem, hogy a gyerekem mellett őt is mindenben támogatnom kell, és kiszolgálnom, és hát én megmondom őszintén, nem érzem, hogy ez meg lenne becsülve kellőképpen. Jó szerintetek az a megfogalmazás, vagy megközelítés, hogy gyengébb nem, meg erősebb nem? Mert hogy én most ugye arra gondolok, miközben itt hallgatlak mind a hármatokat, hogy ugye egyrészt felsoroltad az előbb, hogy 24-ben mi mindent kell megcsinálni a nőnek, a nagyon-nagyon gyengének, és mellette még ugye arra az apróságról ne feledkezzünk el, hogy ő hordja ki, meg ő szüli meg a gyereket. Na most, mitől lesz erősebb nem a férfi, ha csak attól nem, hogy nagyobb presztízsű munkákat végez, meg hogy nagyobb a jövedelme. Illetve hát pont most, amit te mondtál, meg most hallgattam a hírekben, hogy Magyarországon is a számra nem emlékszem, de ugyanabban a munkakörben lényegesen jobban keresnek a férfiak, mint a nők. Hát most ettől persze lehet, hogy erősebb, nem? De az is lehet, hogy én csak gonosz vagyok. Én azt gondolom, hogy fizikai értelemben erősebbek a férfiak. Ez szerintem tény. Lelkileg egyáltalán pont? Nem. És akkor pont? Igen. A lelki oldalát nézve szerintem ők a gyengébbek. Abszolút. Zsuzsa? Én úgy gondolom, hogy mindenki erős a maga módján, csak valahogy nem értjük egymást. Tehát nem kell a férfinak olyannak lenni, vagy úgy gondolkodni, mint a nőnek, és fordítva. Inkább talán el kéne fogadni azt, hogy bizonyos szinten itt most különbözőek vagyunk. Belül, lelkileg viszont igenis nagyon hasonlók vagyunk. Valahol itt általában a különbözőségekre fektetik a hangsúlyt, és elvárják a másiktól, hogy úgy gondolkodjon, olyan legyen, stb., amit ők kigondolnak. Most ez oda-vissza működik, tehát itt teljesen mindegy, hogy melyik oldalról vizsgáljuk tulajdonképpen. Igazából meg kéne érteni a másiknak a másságát, elfogadni, és akkor utána szerintem egy sokkal-sokkal erősebb kapcsolatot, párkapcsolatot lehet építeni. Nem szeretem azt, amikor függőségi viszonyok vannak. Tehát ez együtt, de mint ugye az A-típusú kapcsolat, amikor az egyik fél támogatja a másikat, most, és akkor az A betűnek az egyik felét kivesszük, bedől minden. Tehát inkább két egymás mellett álló, mint amit a Ibi is mondott, hogy ő így teljes, ahogy van önmagában, és jól érzi magát. Hogyha ez mind a két félnél megvalósul, akkor lehet egy olyan minőségű párkapcsolatot felépíteni, ami már nem a függőségi viszonyokon, meg ezeken a drámázásokon, meg hatalmi harcokon, meg nem tudom, min alapul. Mert ha nincs elvárás, nincs csalódás. És gondoljatok bele, igen, hogy elvárom, hogy az a hölgy, az hölgy legyen, az ilyen legyen, olyan legyen, amolyan, de azt is elvárom, hogy otthon aztán minden meg legyen, dolgozzon is, keressen is. Persze, hogy csalódás van. Kiégnek ezek a kapcsolatok, ahol egyik ember elvár a másiktól akármit is, mert kiégnek. Mert senki nem tud megfelelni a másik elvárásának, de a sajátjának mindenki meg tudna felelni, ha egyszer bőrön belül meg akarná ezt a kérdést válaszolni igazán és őszintén. Ha nincs elvárás,
nincs csalódás. Nagy valószínűséggel azt gondolom, hogy önmagukban sem nem a férfiak, sem nem a nők nem hibásak abban, hogy ezek a helyzetek így alakulnak, hanem egyszerűen olyanok a körülmények, hát az előbb beszéltem, szóba hoztam az egykeresős családmodellt, ugye. Ma már itt van a kétkeresős, tehát a nőnek is dolgoznia kell, és ugye nagyon sokszor előfordul, hogy a nő olyan szituációban, olyan helyzetbe kerül, hogy például ő keres többet, az őszekere szalad jobban. És bizony ennek lehet a következménye vélhetően a párkapcsolatban is. A feszültség, a szorongás, mert akkor nyilván a pasi rosszabbul érzi magát, és ez ugye kicsúcsosodhat adott esetben agresszióban, vagy egy olyan hozzáállásban, ami alapvetően azt mutatja, hogy itt most a szerepek tökéletesen felcserélődnek. Tehát én egyre inkább úgy látom, lehet, hogy rosszul majd ti elmondjátok, hogy a nők egyre több keményebb tulajdonságot kénytelenek felvenni, mert én állítom, hogy ez nekünk nem jó. Tehát én biztos vagyok benne, igen, ahogy te is mondtad, tehát én is sokkal inkább szeretnék a klasszikus nő lenni, akinek udvarolnak, aki gyöngi, aki törékeny, és nem, mert harcolnom kell, mert döntenem kell, mert mennem kell, mint egy buldog. Nem egy jó szerep, tehát én sem érzem jól magam a bőrömbe. Hát gondolom, hogy ti se érzitek jól magatokat így. És ezen közben meg a férfiak, miközben mi egyre maszkulinabbak leszünk, ők meg egyre femininebbek lesznek. Tehát hogy egyre nőiesebbek, egyre esendőbbek, egyre döntésképtelenebbek, nem? Gyerekesek lesznek. Milyenek? Gyerekes. Dédelgetni kell őket. Igen. Tessék. Kell ez nekünk? Én a jó, és akkor mit csináljunk nélkül? Hát, nagyon. Na, szóval azért úgy nem bennem, hogyha reagálnátok arra, amit mondtam. Én ezzel abszolút egyetértek, mert én elég fiatalon elváltam, 24 évesen, és én ott maradtam egyszer magamban úgy, hogy a szüleim egy külföldi országban éltek külön. És itt már nem akartam oda visszamenni, tehát itt egyedül kellett ugye újra magamnak mindent előteremteni, felépíteni, létrehozni. És azért ez nem volt egyszerű, akár egy lakást, ha nézünk, vagy bármit, és ezt ugye egyedül ugye végig küzdöttem. Na most azért ez a folyamat szép, meg jó, de azért tényleg megkeményedik valamilyen szinten a nő, és megszokja azt, hogy önmagáról kell gondoskodnia, nagyon kevés segítséggel, vagy ha netán segítség jön, akkor egyéb más dolgokat szeretnének tőle kapni, ellenszolgáltatás bármiként, tehát már nem arról szól az egész, szóval nehéz. Na. És akkor az ember lánya megszokja, hogy ugye önálló, hogy magának kell mindent biztosítania, előteremtenie, stb. De ugyanakkor belül van egy ilyen érzés, hogy szeretné, ha ez nem így lenne. Tehát szeretné, hogyha úgy mond, az erősebb férfi ott állna mellette, igen. És valamilyen szinten... A nagy erős, akire föl lehet nézni. Igen. Tehát van egy kettősség. Az operetben, álom. Édes álomkép. És ez valahol bennünk is egy mindenki. Azért jó, hogy így lehúzol minket a földre mindig. Amikor ugye elrugaszkodnánk a valóságtól egy kicsit, akkor megvolt, hogy hol a helyünk. Igen, és idővel azért egy belső konfliktus is kialakul, hogy most már ugye megszoktam, hogy önálló vagyok. Tehát azt se tudom föladni és visszamenni a régi típushoz, vagy mintához, hogy én egy eltartott kis szegély, vagy gyenge nő legyek, mert nem vagyok az. Ugyanakkor meg egyedül keményen sem szeretnék élni, mert azt sem szeretném. Tehát itt már eleve ez egész ilyen, szerintem mindenkiben egy ilyen belső vívódás harc, amíg meg nem találja azt a... Hát, hogyha bennünk van egy ilyen szerepzavar, amit most itt sikerült verbálisan megfogalmaznunk és szavakba öntenünk, hát akkor nyilván szegény férfiakban is ott kell legyen. Tehát mondjuk ez abszolút természetes, hogy ha itt megbillen és zavarossá válik, akkor az is billen, a másik szerep is billen. Én nem tudom, ha férfi lennék, annyira tudnám, hogy mit kell egy nővel bánni, mi a feladatom. Figyelj rám, mondd el nekik, ha tudják, légy szíves, mondd el.
Hát nem szeretném azért kioktatni őket, elég nagy probléma, hogy ezt tudják meg. Pontosan, egyrészt, hogy egy nő mit vár el, másrészt meg nem biztos, hogy ez egy kioktatás, hát egyszerűen csak vágyakról, igényekről beszélgetünk. Igen, és nem elvárásokról, mert ugye itt jött az, hogy mit vár el, tehát nem elvárás van, hanem egész egyszerűen a vágyaidat miért lefogalmazhatnád meg? Hát ki ígérte meg neked, hogy teljesíti? Na mondod, Janet, vagy pedig hagyjalak. Igazából nehéz kérni. Tehát már ezt is elfelejtettük a nők, hogy nem merünk, vagy nem tudunk kérni. Én sem tudok, tehát nekem is problémát okoz. Mi azt hiszük, hogy gondvisel ő. Pedig nem. Kérni is nehéz, és elfogadni is egyébként. Már ettől is kezdünk el szokni, hogyha már valaki ad, már meglepődünk rajta. Igen, mármint egy férfi. Nem, szóval azért bennem az érdeklődés nagyon felkeltetted ezzel a mondattal, hogyha te férfi lennél, tudnád, hogy mire van szükség egy nőnek. De ezek igazából én szerintem alapvető apróságok. Tehát én azért nem tudom, hogy ezeket a szerintem ezt a minimum szintet miért nem lehet, vagy nagyon drága, kevesen. Drága, édes Zsanett, mondd meg, hogy mi az a minimum szint szerinted. Figyelmesség, gondoskodás, én ezt egy férfitől azt hiszem, hogy szeretném, igen. Tisztelet. Egyébként erre egyetlen példát hadd mondjak nektek, hogy 30 éves lehettem, amikor az egyik rádió műsor után megkérdezte az a professzor, aki az éjszakai műsorban ült bent velem a stúdióban, hogy hol parkolok. És ugye a rádió előtt volt egy nagy parkoló, és mondtam, hogy ott. És azt mondja, hogy akkor, ha megengedném, oda kísérne a kocsimhoz. Ez már egy hallatlan, tehát életemben az első ember, aki ilyen fehér holló módon, és azóta sem találkoztam ilyennel. Oda kísért a... Nem, akkor én már férnél voltam. Oda kísért az autóhoz, és azt mondta, hogy szeretné elkérni a slusszkulcsomat. Kinyitotta a kocsit, és kinyitotta az ajtót, és azt mondta, hogy tessék, parancsoljon, szálljon be. Úgy maradtál. Igen, egy élő performance lettem. Ott rögtön. Mert azért, hát egyébként az ilyenek elképesztő. Tehát látjátok, hogy ezer év távlatából is az ember ezekre a dolgokra emlékszik. Egyébként nekem erről eszembe jut egy nagyon érdekes pillanat, vagy momentum, vagy dolog. Az Ausztriában történt egy gyárlátogatásom, és jöttünk ki ugye nap végén, és ki volt írva oda, hogy Frauen Parkplatz, tehát női parkoló, és az első sorok voltak a nőknek fenntartva. És ugye mi már megszoktuk, hogy na biztos azért, mert bénán parkolunk, és hogy összene törjük az ő autóikat, és nem elmagyarázták, hogy azért az első sorok a nőké, mert ha késő műszak, sötétben kijönnek a nők, minél hamarabb odaérjenek az autóikhoz, és ne kelljen túl sokat menniük. És én ezen meglepődtem, és ilyet én még nem láttam máshol, és ugyanakkor apró figyelmesség, de jól esik. Ivi, te ilyennel biztos találkoztál, jártad, miközben a világot bejártad, jártadba kelted be, nem? Nem, ilyet nem láttam. Azt láttam, hogy mindenütt nyomorúságosak az emberek, az emberi kapcsolataikat illetően. És ez teljesen független a legvadabb amerikai, keleti part, nyugati part és minden, ami közötte volt, mert nagyon sok államban voltam, és nem csak mint turista, hogy az emberi kapcsolatok, a férfinő kapcsolata elvesztette az igazi értelmét, az, amiről kellene szólnia, már régen nem arról szól. De hogy mifele megy, az még nincs benne a összpontosításban. Hát nem jó fele megy, azt szerintem így négyen meg tudjuk állapítani, így. Nem? De nézd, azért vannak a nehézségek, hogy az embereknek ütközniük kell, csiszolódjanak, és magukból hozzák ki a legtöbbet. Szóval mindenki valahol egy fekete gyémánt, csak ezt a feketességet hagyni kell, hogy ez az élet nevű folyam lecsiszolja rólunk, és akkor rájövünk, hogy
Hát én tulajdonképpen egy csodálatos istenember vagyok, mindenre képes. Arra, hogy eltartsam magam, és ezen fölül és alul mellette bármi, amit hoz az életem, azt mind meg tudjam oldani. Nekem ez a tapasztalatom az elmúlt 34 évben, amióta nem vagyok három gyermek anyja, hanem csak... Két gyermek anyja és néhány unoka, gondolom. És kettő unoka, igen. Egyébként nagyon sok szociológus használja azt a kifejezést, hogy a nemek harca, vagy gondoljatok a rózsák háborújára. És ez annyira rossz dolog, mert ugye nem harcolni kéne, hanem együtt élni, és szövetségben lenni, és örömet okozni egymásnak, és olyan élményeket szerezni, amitől az ember boldog lesz, meg megelégedett nyilván mind a két fél. Na, ez csak az androgénitásban lehetséges. És itt külön van a férfi, külön van a nő. És ez a probléma. Ádám Évának nem volt ilyen problémája, amikor még egybe volt. Ádám Éva. Most is egyben mondjuk. Mert valamikor nem is tették volt. Őket olyan körülmények körül, mint minket, maradjunk annyiban. Akár Ádám Évát, akár ha szétszedem őket. Nehéz. Nem könnyű a feleségnek lenni. Az égi félnek, a valaha volt egységből külön, meg a férjnek sem, mert ő neki kellene valamit hozni, amit nem tud hozni már. Ez egyébként biztos ismeritek Plátónnak egy nagyon szép története, hogy annak idején ugye egy egységes egész volt az ember, csak hát mindenféle problémái voltak vele a Jóistennek, és ezért büntetésképpen ketté vágta, és arra ítélte, hogy mind a két fél bolyongjon, és megkeresse magát is. Kialakuljon, ugye az egységes egész a két félből jöhet létre. És egyébként, ha már szóba hoztad a magyar nyelvet, most itt adtál nekem egy inspirációt, hogy ugye milyen szép szó ez a feleség, amiben benne van ez a félség. Tehát, hogyha végig gondolod, hogy ennek megvan az alapja, nem csak úgy azt mondom, hát persze, hogy feleség. És miért mondjuk azt, hogy hím nem, mikor ő hím? Miért mondjuk azt, hogy nő nem? Hát miért a szexualitást miért tagadó szóval fejezzük ki, ember? Hát hol, most gondold el, hát Plátó is tudott még valamit, amiről ha nem hozom fel, akkor mi se beszélünk róla. Hát ez a dolgom, ettől vagyok kozmikus tubadúr. Na tessék, ezt kérdeztem az elején, most már kiderült. Igen. Egyébként, ha már egy ilyen, mert neked egy nagyon kalandos életutat lehetett. Bocsánat, hogy múlt időben fogalmaztam. Von. Hány országban éltél, vagy hány országot jártál be? Mennyi időnk? Nézd, én 67-ben, 27 éves koromban kivittek Bécsbe vendég szerepelni, amikor még vasfüggönyösök voltunk. Egy darabba két főszerepet játszottam, egy operaénekesit és egy prózait. Azután, 3 év után elkerültem Svájcba, és ott 30 éves koromban jött a kis hangom, a mindenkinek lévő lelki ismeret hangja, és azt mondta, hogy most van vége az operaéneklésnek, most van vége az operaéneklésnek, most van vége. És te hallgattál rá? És hallgattam rá. És akkor megindult egy átképzés erre a kozmikus trubadúrságra, amikor felfogtam, hogy hát persze, hogy sokkal értelmesebb életet lehet élni, hogyha rádöbbentem magamat, és azután, amikor ez már kikristályosodik bennem, akkor ezt szétszórom, mert a nyelvünk erre predesztinál bennünket. Hát itt vagyunk, ember, 8 nyelv beszél körülöttünk, mindegyiknek van hímneme, nőneme, semleges neve. Mind a 8-nak. Mi itt középütt mondjuk azt, hogy nem. Miért? Mert emlékeztetni kell az emberiséget. Pontosan arra, amit a Pláton elmesélt. És egyébként hol szoktál fellépni trubadúrként? Ahova hívnak, most épp itt vagyok. Igen. Na de itt most nem énekelsz, tehát most arra voltam kíváncsi, hogy amikor hozod azt, ami neked a hivatásod, vagy ami a belső hangod, vagy ami a szívedben van. Én, ha egyszer valahova elmegyek élőadást tartani, akkor mindig mesélem az életemet, és mindig énekelek. Mindig azzal kezdem, hogy meggyújtok egy gyertyát, és mindig énekeléssel kezdem. Mert az a vibráció, az megteremt rögvest egy hangulatot,
amiben úgy belesüppednek az emberek, és amikor már ott jól földet érnek, leföldelték magukat, kinyitották szívüket, akkor jön a lelki masszázs. És akkor elmesélem azt, amit az az emberanyag, aki éppen ott ül, hallania kell, mert én azt előre nem tudom, de az a pillanatban jön. Akkor most visszatérünk a nadrágra, mert hogy ránézek Ibire is, hát ott a trubadór nadrág. Olvastam egy nagyon aranyos történetet arról, hogy volt egy pár, ez a Ki hordja a nadrágot című történet, és baromi határozott volt mind a kettő, és mindenkinek megvolt a maga nagyon erős elképzelése, ezért folyton veszekedtek és szakítottak. Mert úgy én is azt mondom, hogy igen, meg te is, hogy igen, de mind a ketten nemet mondunk, az úgy nem nagyon működik. És körülbelül egy hónap múlva rájöttek, hogy ők mégsem tudnak egymás nélkül élni, noha semmiben, tehát se abban, hogy mit vásároljanak, hogy milyen autóban járjanak, hogy hova utal. Tehát semmiben nem tudtak megegyezni. És a pasi kitalálta, hogy ő megmentse a kapcsolatot, mert tudta, hogy egy kardos menyecske a nő. Azt mondta, hogy ezentúl akármilyen konfliktus van közöttünk, az döntse el a szerencse. Tehát nem én hordom a nadrágot, meg nem te, majd a szerencse hordja. És vagy dobókockával, vagy fejvagyírással, tehát az ég adta világon mindent így döntenek el, és a történet működik. Tehát ugye hordhatja a férfi a nadrágot, hordhatja a nő, és hordhatja a szerencse. Nem aranyos? Érdekes. Az egy jó megoldás. Akik még párkapcsolatban élnek, használják. Igen. Jó ötlet. Hát bár nem tudom, mert te azért, Zsanett, lehet, hogy én egy nagyon rossz emberismerő vagyok, de nem úgy nézel ki, mint egy kardos menyecske. Tehát, hogy mint aki úgy oda csap az asztal, az hogy már pedig úgy lesz, ahogy én gondolom. Egy darabig. Tűr, és akkor utána. Pontosan ide vagyok. Na tessék! Tessék! Nagyon alkalmazkodónak mondom magam. Igen, mert így rád nézek, és egy nagyon kedves, alkalmazkodó, kompromisszumkész teremtés. Ezt sugallod. De ugyanakkor a bakínem néha egy idő után tényleg ez tett szab egy határt. Ne és is akkor többet, én is bak vagyok, úgyhogy ismerem. Zsuzsa? Ennél már csak a bakaszcendens jobb, ami az enyém. Überellek, én bak vagyok. Meg vízöntővel párosítva. Szerintem a legszörnyűbb az enyém. Én nem tartom szörnyűnek semmelyiket sem, kinek mi a feladata, tanulni valója. Egyébként a párkapcsolatnál, a nadrághordásnál is, hogy semmi sem véletlen, és minden jól van úgy, ahogy van. Én most már ide jutok el. Teljesen mindegy, hogy történik egy vita, vagy bármi, akár egy szakítás, vagy együttélés, mindennek van értelme és oka. És mindent, tehát fel kéne ismerni, meg kéne ismerni, hogy ez mi miért történik. Ha nem ismeri fel az ember, akkor eljátsz ugyanazt a történetet még mondjuk jó párszor, egészen addig, amíg nem tanulja meg azt, ami ebből tanulni valója van. Én így gondolom. Nem könnyű, én nekem se sikerül mindig az, amit egyébként úgy tudok. Így tudok sok mindent, és gyakorlatban nem tudom sokszor megvalósítani, vagy a türelmem a végére jár, vagy nem tudom. Szóval ezek nem egyszerű játsz meg dolgok, feladatok. Sohasem probléma, direkt nem mondok ma már problémákat, hanem feladatokat. Kinek önmagának a saját egyéni szintjén kell ezt megérteni. Igen, azt hiszem, hogy ahogy múlnak az évek, az emberben az a képesség vagy készség egyre inkább kialakul, hogy bizonyos jeleket észrevegyen, mert azok ott vannak ám addig is. Csak vagy elmegyek mellette, vagy pedig észreveszem, és miután észrevettem, annak kapcsán cselekszem, mert az nekem valamit üzen. Nem foglalkozom és vele. Igen, és ahogy mondod, elkövethetem ugyanazokat a hibákat, 10-szer, 100-szor, 20-szor. Én is maradhattam volna a színpadon, 30 éves koromban még nem igazán szoktak nyugdíjas korba menni az énekesnők, hanem az ellenkező, hogy alig lehet őket lekívánni a színpadról, ugye? És egyébként az életed meggyőzött arról, Ébi, hogy te akkor jól döntöttél? Ezerrel. Nem ez látszik rajtam? De, mert egy abszolút önmagával elégedett ember ül itt velem szemben. De hát, mivel ekkora karriered lehetett volna például operaénekesként? De ember, hát mi jelentősége lehet nagyobb annál, mint hogy az ember Isten ember, és a saját istenségéről a mai embernek alig van fogalma.
És én erről tájékoztatom őket. Hogy jön ehhez egy opera szerep? Hát ezt neked kell tudni. Sehol. Sose voltam opera énekesnő, nem tudom. Sehol. Sehol. Ez valami, ami egy oktával magasabb éneklés témáját és minden tekintve, mert túlmutat az itt és moston ezen a vízszintes gondolatiságon, és egy igenis egy függőleges, egy vertikumát nézi az életnek, amivel nem igazán foglalkozunk. Csak visszakényszerítelek a pasi ügyekhez egyébként, mert hogy pasiknak ugye... Pasiknak is van lelkük. Tényleg? És a nőknek is van lelkük, és a lelkje az embernek az, ami el van sorvadva. Hát... Ezzel nekem egyet kell értenem abszolút, hogy a mai világban a mentális dolgok azok, meg a lélek, meg a gondolkodás, amivel szinte egyáltalán nem törődünk, és amikor kiejtjük azt a szót, hogy egészség, akkor tudnunk kellene, hogy ez nem csak a testi, és nem elsősorban a testi egészség, hanem a lelki. És bizony ma már nagyon sok orvos tudja, hála Istennek, hogy a pszichoszomatikus orvoslás a legfontosabb, és hogy bizony a lélek az megbetegít. De mennyi időnek kellett eltelni, hogy ezt így ki lehessen mondani? Mert azért ez néhány évvel ezelőtt még nem egészen így volt. Én úgy gondolom, hogy minden mindennel oda-vissza hatásban van. Tehát sokan vallják azt, hogy a lélek szintről jönnek a testi betegségek, de fordítva ugyanúgy igaz, mint hogy épp testben, épp lélek, tehát a teste ugyanúgy kell foglalkozni. Oda-vissza. Gyorsan mondok neked valamit, aztán folytatod a listát. Most volt a pszichiáterek egy hónapja, két hete, 8. nemzeti kongresszusa. A sajtósa voltam, tehát tudom, ott voltam, végighallgattam egy csomó előadást, és nem véletlenül volt az a címe, hogy épp lélekben, épp test. Megfordítva a római mondást. De a bizniszben vagyok én. Na, mint kozmikus trubadur. Ezt hozom. De ez ugyanúgy oda. Igen. Oda-vissza működik. Oda-vissza, pontosan. Mindegyik hatással van a másikra, és akkor még be lehetne hozni a szellemi szintet, síkot, stb., mert onnan meg még magasabbról jönnek a gyökerek, a dolgok. Úgyhogy ez egyébként nagyon kimerítő, nagyon érdekes téma. Én szeretek olyan emberekkel, nem véletlenül jött el, vagy találkoztunk szerintem most az Ibivel, mert tőle csak tanulni lehet, úgy érzem, ilyen szempontból, és érdemes odafigyelni arra, amit mond. Keresek, tudom, hogy mit keresek, meg is fogom találni előbb-utóbb, igen. El akartam nektek mondani, hogy ugye, amivel a mi beszélgetésünk indult, ez a teljesen felborult és megszabadult férfinői kapcsolat. Mert hogy most picit lehozlak titeket ezekből a nagy éteri síkokból. És ezzel kapcsolatban egy olyan anyagot, vagy egy olyan kutatási eredményt találtam, amit a Magyarországi Női Alapítvány MONA végzett el, és a változó szerepmintákat vizsgálták, és azt tapasztalták, hogy ma még Magyarországon, hát ezt meg tudjuk erősíteni, itt a saját tapasztalataitokból már kiderült, hogy a nő kiváltsága otthon maradni a gyerekkel, a munkavállaló férfiak töredéke 1,5%-a választja például a gyermekgondozási segélyt. Miközben azért, hogyha szétnézünk a nyugati országokban, akkor Svédországtól Izlandig az épül be a gondolkodásmódba, hogy ebben a férfi ugyanúgy részt vehet, mint a nő. Nem tudom, hogy neked még a neked gyereked is van, Zsanett, párod is van, Zsanett, neked még a tapasztalataid. Bátran. Mert biztos vannak. Hogy nálatok föl sem merült annak idején például, hogy a férjed maradjon a gyerekkel? Egyáltalán nem. Érdekes módon egyáltalán nem, és bár én nem vagyok egy olyan típusú nő, aki nagyon szeret otthon ülni, és tehát én zsizsegek, jövök, megyek, szeretek dolgozni is, de azért nekem az tetszik, hogy bizonyos kultúrákban a nőknek igazából tényleg, hogy... Hát megvan a szerepük. És Dubajba kell küldeni.
Tehát nem, ez valahogy fel sem merült, hogy sem az, hogy a férjem ne dolgozzon, sem az, hogy én ne dolgozzak. Sőt, nagyon picike volt a gyermekem, 8 hónapos, mikor én visszakényszerültem dolgozni, menni. De egyébként jobb is volt ez így, azt gondolom így utólag. Úgyhogy nem merült fel ez, hogy a férjem maradjon otthon. Mert szerintetek ez egy abszurd gondolkodásmód egyébként? Vagy ezt nem lehet a mai világban elvárni, hogy mondjuk adott esetben, hogyha a nőnek olyan karrierje, vagy olyan pozíciója, vagy olyan munkája van, akkor arra az 1 évre, 2 évre ne ő maradjon otthon, én hanem gondolom, a férje. Hogy nagyon pici korban semmiképp, mert a gyermek az anyának az energetikai rendszeréből táplálkozik. Egészen akár 7 éves koráig, és addig nem is szabadna igazán elválasztani tőle. Én ezt gondolom, bár nincsen gyermekem jelenleg, de nem azt mondom, hogy nem lehet, de talán nem ez az igazi. Vannak kiváló apanyák is, akik... ezek az anyaszívű apák, hát ez egyébként, persze, ez egy kategória. Én tudjátok, hogy oldottam meg ezt az én problémámat annó. Azt mondtam az én drága férjemnek, hogy tudod mit, eddig én voltam a családfő, most itt a 2 gyerek, legyél te a családfő. És dobbantottam. És kénytelen volt átmenni apanyába, és kiválóan megoldotta. Hát ez azt jelenti, hogy ráhagytad a gyerekeket? Igen. Ráhagytam. Mennyi időre? Forever. És nem volt lelkiismeret furdalása? Egy szál se. És a gyerekeid hogy? Remekül vannak. Remekül. Felnőttek, gyönyörűen élnek. A lányom Kaliforniában az apjával, a fiam velem itt Magyarországon. A fiamnak van a 2 nem volt hiányérzete a gyerekeidnek? Nem. Nem lettek rokkantak, se lelkileg, se testileg, nem ülnek, szurkálnak, semmilyen. Ilyen is van, igen, persze. Na, ez lehetett volna, de ezért mondom, hogy apanyák is vannak, és én éreztem benne. Hát akkor neked mázlid volt az emberrel. Hát ember, ezért mondom, hogy ha nincs elvárás, nincs csalódás. Én elvártam egy ideig, és aztán rájöttem, hogy mi a megoldás. És az működött. Na, tanács. Hihetetlen történet egyébként, hogy most ezt így a meglepetésként a beszélgetés végére tartogatod. Apanyák vannak, tessék, nézzetek utánuk. Hát, tiszta szívvel ajánlom, mert vannak. Meg kell reszkírozni. Jó, akkor én azért folytatnám tovább így ebből a döbbenetből így magamhoz térve, amit most elmeséltél magadról, hogy... ezt a bizonyos férfi-nő viszonyt mivel tudjuk még, milyen adatokkal tudjuk még színesíteni. A legutóbbi kutatásból még mindig ennél a Monánál maradva kiderül, hogy Magyarországon 10-ből 7 nő még mindig azt gondolja, hogy az ő dolgok a családról és a háztartásról gondoskodni. A férfiak 88%-a egyetért azzal, hogy egy férfinek a családja anyagi biztonságáról gondoskodnia kell, de az az állítás, hogy a komolyabb beruházásokról a férfi dönt, már nem igaz. Én azt gondolom, hogy azt, amit az elején mondtál, hogy a nő dolga a háztartás, vagy igen, vezetés, meg a gyereknevelés, azt nem a nők gondolják így, hanem a férfiak elsősorban. Tehát ez is csak egy elvárás. Hát Ibi megmutatta, hogy ebből nem, hogy lehet kipattani, ha az ember úgy gondolja. Tehát nem gondolom, hogy csak nekem lehet megfogni a porszívót, vagy ilyesmi. Mi volt a második, amit... A második ez a
ki az, aki eldönti, hogy most mondjuk autót vegyünk, lakást vegyünk, tehát hogy a nagyobb beruházásoknál már nem a férfiak döntenek. Hát nyilván a kapcsolatok alakulnak, és ugye volt olyan időszak, amikor egyértelműen a férfi döntött. Aztán ahogy a nők kezdtek kibontakozni, és munkába állni, és a karrierjüket építeni, és adott esetben menedzserként, vagy teljesen mindegy cégvezetőként dolgozni, úgy nyilván ez is fordult, hiszen hogyha egy nő többet keres és többet visz haza, akkor nyugodtan mondhatja, bár most akkor ne beszéljünk arról, hogy egy ilyen kapcsolatnak milyen hatásai lehetnek pszichésen, de nyugodtan mondhatja, hogy bocsi, hát akkor most szeretném megmondani, hogy milyen autóba akarok ülni, nem? És ne te mondd meg például, nem? Szerintem itt alapvetően már kommunikációs problémák is vannak elég. Ja, hogy bár nem is beszélünk egymással, arra gondolsz? Hát vagy elbeszélünk egymás mellett, vagy nem is beszélünk. Egymás mellett ülnek és kütyüznek. Inkább a fiatalok csinálják egyébként ezt a telefonőrületet a fiatal még generáció. Még ez a korosztályt is látom. Igen. Látod? De is? Látod? Hát egyébként... Nekem a munkámhoz a telefon nagyon hozzátartozik. Egyébként a legédesebb az, amikor a mondjuk két fiatal, egy szerelmes pár, egymás mellett ülnek, egy szobában, és nem beszélnek, hanem a telefon nyomkodja mind a kettő. De nem egymással, hanem csetelnek. Tehát csak, hogy a fizikai együttlét megvan, de az egyikkel csetel, a másik meg a másikkal csetel. Hogy informatikus a férj. Aki igazából az egész életét ugye a számítógépen igen, éli, úgyhogy nekünk azt hiszem, hogy ez a... Egyébként nagyon rendben jól ellennénk, mindennek ellenére, főleg úgy, hogyha nincsenek elvárások, ahogy Ibi is mondja. De a kommunikáció azon valóban van mit. Tehát akkor igazándiból nem is azt kell itt feszegetni, hogy ki vásárol, meg ki mit vegyen, meg ki mit csináljon, hanem hogy tudunk egymással beszélgetni. Uh-huh. Hogy tudjuk-e artikulálni, hogy én ezt szeretném, te meg azt szeretnéd. Én nagyon sokszor már inkább nem kommunikálok, hogy ne legyen vita. Mert még amíg még fiatalabb voltam, addig bennem volt ez a harcosság, de ahogy telik múlik az idő, én már látom magamat, hogy ugyanolyan leszek, mint Ibi. Szóval akkor sikerül egy újabb kozmikus trubadót felnevelni. Hát, hogy nem is erre gondoltam, hanem hogy én már egyedül is jól érzem magamat, és azt gondolom, hogy el tudok lenni egyedül is jól. Tehát, hogy nem tartom olyan fontosnak, hogy minden áron ott éljen mellettem valaki, hogy az a férjem legyen, Zsanett. Hogy mi napi szinten... Én erről azt gondolom, hogy az ember igazán akkor érett meg egy párkapcsolatra, egy jó párkapcsolatra, egy harmonikus, egy igazán működőre, amikor odáig eljut, ahova te eljutottál. Hogy már jól tudom érezni magam egyedül is, mert akkor majd jól fogom tudni érezni magam mással is. Igen. Nem? Igen. Ez volt az elején, hogy nem az a típusú, hanem az egymás mellett állva együtt. Igen. Egyébként lassan az adás végéhez közeledünk, és akkor, hogyha én most azt a kérdést fölteszem nektek, hogy van jelentősége annak, ahonnan indultunk, hogy ki hordja a nadrágot, akkor milyen választ kapok rá? Ibi? Semmi. Hát ez egy nagyon lakónikus, tömör szó volt. Zsanett? Egyet értek. Nincs. Jelentősége. Ne csináljátok ezt velem, hogy egy szóval válaszoljunk. De én azt mindenképpen el szerettem volna mondani, bár egy kicsikét ez talán a divathoz is hozzátartozik, hogy azért az, hogy a nők hordják mondjuk sok esetben a nadrágot, tehát én nagyon keveset hordok nadrágot. Például általában Látom. Ruhába vagyok, de ez a mai téma, meg munkából, tehát... Ritkán igen előfordul, de igazából otthon is jobb szeretek a ruhában. Zsuzsa. Ugyanehhez a gondolathoz kapcsolódva azért a nadrág szoknya szimbolikus értelmű is, mert a nő a föld felé legyen nyitott, a férfi az ég felé, és valahol, hogyha ez meg tud valósulni, akkor lesz igazán jó.
Akkor én köszönöm szépen, hogy Ibi, Zsanett és Zsuzsa elfogadta a meghívásunkat. És hogyha nyitó kérdést fölteszem, hogy ki hordja a nadrágot, tulajdonképpen én is Ibivel értek egyet, teljesen mindegy. Az a fontos, hogy azok az emberek, akik egy kapcsolatban élnek, akik együtt élnek, egymás mellett élnek, örömöt, elégedettséget, harmóniát sugározzanak és adjanak egymásnak. Köszönjük, hogyha megtiszteltek bennünket a figyelmükkel, viszontlátásra!